Az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága által meghirdetett zebraterv kampányhoz a karcagi rendőrkapitányság is csatlakozott. Tóth Éva százados elmondta, az akció célja, hogy felhívja a figyelmet a közlekedés legvédtelenebb résztvevőire, a gyalogosok biztonságára. Az ORFK Balesetmegelőzési Bizottsága minden évben megszervezi a Zebra Terv elnevezésű közlekedésbiztonsági propaganda akciót, melynek célja mind a gyalogosok, mind a járművezető közlekedésének ellenőrzése. Az őket ért közlekedési balesetek szinte minden esetben személyi sérüléssel járnak, és igen gyakran súlyos, illetve tragikus kimenetelűek. A rendőrök a város a település frekventált helyein, a posta, Tesco, Madarasi út, a gyalogosokat, kerékpárosokat megállították. Fedélzeti kamerával ellátott civil gépkocsival figyelték a szabálytalankodó gyalogosokat, és szűrték ki azokat a gépkocsi vezetőket, akik nem adtak elsőbséget a zebrán közlekedő gyalogosoknak. Nagyon fontos tudni, hogy a gyalogosok ugye a kijelölő gyalogos átkelő helyen közlekedhetnek át az úttesten. Amennyiben nincsen az adott útszakaszon gyalogos átkelő hely, akkor a lakóteten belül a főútvonalon, fonyolítvonalnál útkeresztésnél mehetnek át ugye a járda meghosszabbított vonalában. Amennyiben nem főútvonalra beszélünk, akkor bárhol átközlekedhetnek, ahol biztonságos az ő áthaladásuk. Az egyenruhások a szabálytalanul közlekedőket figyelmeztették, és felhívták a figyelmüket a közlekedési szabályok betartásának fontosságára annak érdekében, hogy ne váljanak közlekedési baleset sérültjéve áldozatává. Nagyon sokan nem tudják, hogy akkor van csak elsősége a gyalog átkelően közlekedőknek, hogyha gyalogosként vesznek részt a közlekedésben, amennyiben kerékpárral közlekednek át, ugye nem minősülnek gyalogosnak, tehát úgy kell átközlekedniük, hogy leszállnak a gyalog átkelője előtt és átolják a kerékpárjukat. A szakember arról is szólt, hogy fontos, hogy a járművezetők fokozott figyelemmel és óvatossággal közelítsék meg azokat a helyeket, ahol a gyalogosok hirtelen megjelenésére lehet számítani. Arra hívnám fel figyelmüket, hogy a gyalogos átkelőjét úgy kell megközelíteni olyan sebességgel, hogy az elsőséget tudjon biztosítani az úttesten lépő gyalogosnak. A gyalogosok figyelmét arra hívta fel Tóth Éva, hogy az úttesten való áthaladás előtt meg kell győződni arról, hogy biztonságosan át lehet-e kelni. Tilos jelzésen soha ne menjen át senki. Ugye nem elég a körültekintés, hanem én azt javaslom, hogy mindig álljanak meg, mielőtt lelépnek az úttestre, és úgy nézzenek körül, és utána induljanak el, hogyha biztonságosnak ítélik meg az áthaladást. Ha úgy érzik, hogy biztonságos az áthaladásuk, javaslom, hogy a szemkontaktus vegyék fel a járművezetőkkel. Nagyon sokan, ugye most a mai nap is akciót hajtottunk végre, láttuk, hogy megállnak a járművezetők, és intenek a gyalogosnak, hogy menjen át, tehát jelzi neki, hogy elengedi, biztosítja a részére az elsőbséget.